A Városháza elhatározta azt, hogy egy olyan ünnepséget fog rendezni 1956 60. évfordulója alkalmából, ami nem lesz szokványos. Public art alkotások készítésére kérjük fel a szentendrei művészeket, tehát egyszerre benne van ebben a projektben Szentendre helytörténete, és benne van az egyik legnagyobb értéke, a kortárs művészet is. A tömeg összegyűlt a Városháza előtt, nagy örömmel dobálták ki a Városháza ablakaiból azokat az addig az irodákat kötelezően díszítő Lenin, Sztálin és Rákosi szobrokat, amiket igazán senki nem kíván. Erre az eseményre emlékezik Margit Szabolcsnak ez a videó installációja. Nagyon sok értelmezése lehet ennek a műnek. Mindenek előtt arra utal, hogy a forradalomban valami azt hitték, hogy véget fog érni. Benne van a bürokráciának a vége. Tehát amikor egy tárgyat, egy kicsi apró tárgyat monumentálisra nagyítunk fel, akkor az mindig sokkal hangsúlyosabban jelentkezik. A pecsét az, ami hitelesíti a dolgokat, de egyúttal meg is bélyegzi a dolgokat. Ebben az akcióban benne van a düh. Benne van az a végre feltörő düh, amivel el is vágja a könyveket, nem csak tűzre veti. A forradalom egyik jelképes cselekményére utaló tárgy egy lehullott vörös csillag. Tudjuk, hogy a magyar középületeket ebben az időben, meg utána is még jó sokáig vörös csillagok díszítették, egy olyan hatalmi szimbólum, amit hosszú évtizedeken keresztül szilárdnak és ledönthetetlennek véltünk. We'll be right back.
nagyon-nagyon gyakran alkalmazza a humort. A Public Art munka. Erzámbó István a könyveket nyársra húzta. Az is a címe az installációnak, hogy nyársra húzott könyvek. És ezzel mindjárt dupla fenekűvé válik a dolog, ugyanis már nem csak a könyvégetés jut erről az eszünkbe, hanem a nagy népünnepélyek, amikor nem könyveket húztak nyársra, hanem ökröket, az ökrökbe disznót, a disznóba bárányt, a bárányba tyukot vagy kappant, és a legvégén egy galambot. Itt arról van szó, hogy nyársra húztak egy szellemi táplálékot. Ez is 13, 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon, valamint a 417 méteres középhullámon. Itt többrendbelű dolgot el kell mondjak. Mindenek előtt erről a hanginstallációról szeretnék beszélni, ami valóban felidézi sokakban az 50-es éveknek a hangulatát. Egyrészt hallhattuk a Szabad Európa Rádiónak a szignálját, hallhattuk a Kossuth Rádió szignálját, egy szovjet katonai harckocsinak az irányzék megadását és a végén a tűzparancsot. Kevesen tudják, hogy Szentendrén néhol még mindig vannak olyan hangszórók elrejtve itt-ott, amin keresztül ebben az időben folyamatosan mentek a mozgalmi szövegek. Tehát az emberek ezt kényszerűen kellett, hogy hallgassák. Térre tervezték a forgástársaság tagjai az egész projektnek az egyik leglátványosabb installációját, ezt az 56 zászlóból álló installációt. 56 zászlón emberi sziluettek láthatók, olyan emberek, akik nézelődnek, akik harcolnak, van, akinek a kezében fegyver van. A célja az, hogy a forradalmi tömeget és azt az egységet, amivel a magyarság akkor összefogott, az egész ország összefogott, hogy egy demokratikusabb államforma alakuljon ki Magyarországon, ezt a tömeget jelképezi.